Bokányi Péter irodalomtörténész vagyok, a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének kutatója, illetve a helyi Árpádházi Gimnázium tanára. Mi magyar tanárok előszeretettel gondoljuk azt, hogy a tárgyunk különleges helyet foglal el a középiskolai közismereti tárgyaknak a rendszerében, hiszen mi nem a lényekkel dolgozunk elsősorban. Egy irodalmi műnek nincsenek végleges olvasatai, végleges jelentései. Éppen ezért egy középiskolai órán is leginkább arról beszélgetünk, hogy kinek a számára mit jelent az illető mű, illetve arról, hogy ki hogyan juthat el a saját olvasatokig. Éppen ezért azt gondolom, hogy az irodalomról szóló előadásnak is valami hasonló lenne a feladata. Nem tényeket közölni, nem jelentéseket közölni, hanem sokkal inkább nyilvánosan gondolkodni, illetve gondolkodtatni.